Sziasztok, én Horko vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Itt lesz velem Milán. Sziasztok! És képzeljétek el azt, hogy én egy ilyen lassú, ilyen kis Bed Wars-os videót akartam felvenni, viszont Milán most közölte velem, hogy ő kitalált egy challenge-et, és ő így kihívott erre engem, ami pedig nem más, mint hogy nem használhatjuk a kezdőfelszerelésünket. Tudjátok, a kezdőfelszerelés az azt jelenti, hogy a játék elején lévő szett, amit kapunk, azt nem használhatjuk, pedig mindkettőnknek ugye megvan ugye a felszerelés 4, ami azért egy elég jó szett, és elég sokat szoktuk használni, de most ezeket nem használhatjuk. Úgyhogy így kell valahogy játszanunk, hát tartsatok velünk! Na, úgyhogy itt is vagyok a zseton shoposnál, és itt ugye felszerelések, és akkor itt a felszerelés 4-et kikapcsolom. És akkor így most már láthatjátok, hogy se a felszerelés 4, se a 3, se a 2, se az 1 nincsen bekapcsolva, gondolom Milán, hogy neked se, úgyhogy így kell megpróbálni teljesíteni. Úgyhogy, hát szerintem igazából vágjunk is bele. Na, és akkor itt is vagyunk, és elkezdtük ütni a fát, és összintén már reflexből így jöttem ide, és akkor így inventory, és akkor már reflexből elkezdtem felvenni a szettet. Hát, most ez nem így lesz. Úgyhogy... tényleg a reflex. Egyébként ti is, hogyha nektek is van ilyen felszerelésetek, vagy EC, vagy bármilyen, akkor próbáljátok ki, és hogyha még érdekel titeket az, hogy mi még esetleg hogyan visszük ki, vagy így hogyan próbálunk még nyerni itt a Bed Wars-on belül, legyen ez például EC nélkül, anélkül, hogy nem, tehát esetleg úgy, hogy nem megyünk be középre, vagy bármi ilyen, akkor nyomjatok egy like-ot és iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek, hogy legyen ilyen Bed Wars challenge-ekből folytatás. Közben úgy mindjárt lakom a vaskardot. Oké. Okay. Ugye most csak laggol. Nem bírok boltosítni. Nem baj, nem nagyon jönnek. Nem bírok boltosítni. De nem tudok boltosítni. Nem baj, akkor is akkor majd fedek én, de... elteszem ezt a mostani diát, és... hát akkor... tudod, mint akkor... akkor gyere be te, aztán én meg... hazamegyek. Jó. Őszintén... fura az, hogy nincsen kezdőm. Tehát tényleg érdekes. Szokatlan. De nem is az, hogy érdekes, inkább olyan szokatlan. Ugye már nem már olyan... hozzánk nőtt ez az egész, ha mondhatom így. Jó. Ott van még gyémánt. Jönnek! Holt, hátul, meg oldalt, meg mindenhol. De kész. Oké, okay, akkor is jönnek. Jó, már nem. Fejlesztesz? Hát most... de ott van egyszerűen az anyag. Jó, hát... hol? Ott. Most már ott. Te... izéld őket. Jó, most... estek mindketten. Jó, ez... haltak. Halt az ágyuk. Jó. De miért nem bírom fel? És kőcsákányjal megöl a gyerek. Jaj, de ez laggolok. De miért nagyon laggolok. Nagyon laggolok. Le tudtam konkrétan rakni a izét. EC-t. Ahol ott van az anyag, fejlesz. 45! Hát loptam onnan tőlük. A maradékot rak már vissza. De várjál, kell nekem is. Hát ott van, amennyi marad. Jó. Jó van, jó helyre mentél. Megnéztem, hogy minden rendben van-e ott. Aha, de aj, ez a kezdő nélküli. Ez nagyon, ez becsap nagyon. Mondanám, hogy vegyél magadnak diamelles, mert hát nekem már van, de... hát nem tudsz, úgyhogy akkor ugrok haza. Hopp, itt egy... Krisz, Krisznek alig van HP-ja, Krisznek alig van HP-ja. Én most Kriszre megyek, gyere Krisz. Hogy van neked diamelles széle? Köszi. Jó, csak kell még 50. Jó, 10 Krisz,
Most őszintén nem tudom, hogy bemenjek a középre, mert most ott a testbíros jön. Hát látom, itt jövök Ez mögötted, volt de nagyon a laggalak. Jó. Kizont. kipotyogott. Ki van potyogva? Amúgy hallod, ecébe tojást, vagy hát az a baj, hogy van nálam anyag, de egyszerűen nem tudok venni semmit, ez nagyon rossz érzés. Hát akkor ez egy ilyen boltos nélküli kihívás is Is, neked. egyben, igen. Ez a kör, ez biztos. Ez biztos. És hogyha mondjuk ráfrissítesz F3 plusz T. Az a baj, hogy nem. Nekem ezek sem működnek. Tehát nem azt mondom, hogy nekem. Nem azt mondom, hogy csak nekem, de nekem általában ezek nem szoktak működni. Nézd már. GG. Rám Jó, támadt. és akkor... Opa. És akkor, hogyha innentől valaki nem lelökni akar, akkor szinte nincs esélye ellenem PvP-ben, mivel éleség egyes diakardon van. Vagy igen, éleség egyes. Bejel F3 plusz T-t mondtál? Aha. Igen, té. Ráfrissít a játékra. Hát ez a baj, ez nem lesz jó. És se. Nem. Pedig kellene járt cuccok, mert így nem leszünk jók. És akkor ilyenkor szerint a varázslót sem bírom megnyitni? Nem bírom. Csodás. Hallod a Nem. diamellest enchantold már. Ott van az anyag. De, ja, van, oké. Okay. Jaj, Ott az a van. tiéd. Most az enyémet hoztad ki. Jó. Jó. Oké. Amúgy tök jó, hogy elbíztam magam, hogy izé, hogy halhatatlan vagyok, amikor tök jól megöltek. Tényleg? Igen. A Skaradli? Akkor az onnantól nem Igen. vicces. Skaradli, az a baj, ez nem is játszik rosszul. De így az. Mondjuk, mit csinál, mi más csinálni amúgy, tényleg? Mi mást? Megállapítom, hogy belé csapott a villám. Én is. De most fú de jó, hogy íjazik. De nem lehet megközelíteni se az embert. Tehát, hogyha egyetlen egyszer eltalál, akkor onnantól kezdve szinte esély nincs bemenni középre. Együttés. 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 Fél HP. Együttés. Valószínű. Igen. Hallod? Most nem tudom, de hogy... Tojást vegyél már. Léci. Ami ott van eszébe. Akkor. Ott van kettő. Jó, köszi. Jövök én is, csak a zöldet azt meg tömén, ha elérünk odáig. Ha! Igen. Jó, egyik halt. És ez a tojás, ami jött, az úgy miért úgy repült, ha ezt így szabad tudnom. Jó, zöld, akkor meg a tied. Jó. Kaptam regit. Regit. Jó. Érted? Kaptam regit. Regina. Na. Jó. Oké, okay, GG. Vannak még valahol? Hát vannak, és még három emberke. Szeretném. Biztos, hogy ilyen csend volt a gyerek. Mondjuk most fel, akkor... Aha. Itt van, elől van, elől van. Hallod, elől van. Ne, elmegy, 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 elmegy! Viszont akkor megtudta az opciót, ne hagyd, hogy elmenjen, ne hagyd, hogy elmenjen. Én itt vagyok, de aj, íjazni, hagyd ne íjazna! A Istenem, de jó, ez így lehetetlen. Jó, tök jó. Ez kb. Olyan, mint hogyha látótágot visszavenném 30-ra. Tető, de esélytelen. Szerintem. Aha, igen, igen. És miért sebb... De az égésnél... De az égésnél egyszerűen nem sebződhetek ennyire gyorsan. Ez illegális. Most ki kell ütni a... Diacsákánnyal, diacsákánnyal.
Izsi. És kidobta az enchanttól dia kardomat. Persze, hogy kidobta, hát mit tette volna? Gondolom eltette volna, és hát én a helybe eltettem volna eltébe. Jó, megöltem. Még egy emberkét. Ádész, Ádész! Milti Ádész? Jaj! Hol vagy? És a gyerek hol van? Hát a szigeten. Aha. Ja, jó. Oké. Gigi. Amúgy tök jó, hogy írom a chatre a kettőnök, hogy Gigi, amikor te nem látod, csak én. Nem baj. Jöttek a Viker. Na, és akkor itt is vagyunk a második körben. Reméljük, hogy ezt is úgy megnyerjük, mint az előzőt. Ugye ott az előző piros csapat, azok eléggé érdekesek voltak, ha így is mondhatnám. Mert egy éjlövésben elég sok HP-nk lement, de nem baj, sikerült őket legyőzni. Úgyhogy itt az ideje most már a következő körnek is nekivágni. Úgyhogy igazából megvan a fa, viszont ilyenkor nem kell szerintem fedni, mivel egyszerűen teljesen felesleges, mert ha jön az obszidián, akkor igazából ugye úgy is ki kell szedni a fedést. Na, virágboltosítni. Aj, de jó érzés. Ott van. De belopják a diát. Ott van a vaskard. Összes diát belopták, ami eddig termelődött. Összeset. Aha. Fel, Miki? Mert hamarabb értek be nálam. Igen, kettő ütés kőkarddal, igen. De azért az a baj, hogy kezdünk, meg nincs, az meg így nem a legjobb. Nyilván a gyerek, aki üt, az annak négyes kezdője van. Semmi értelme így, hogy mondjam, leállni, PvP-zni velük. Amúgy majd, ha úgy van, akkor majd jöhet egy ilyesmi életébe. Jó. Meg ugye nincs pénz rá. Megint kettő ütés. Jó, hát most mondanám, hogy vegyél nekem kardot, de hát nélkül semmit nem érek vele. Na és látjátok, már lassan kezdjük megérezni azt, hogy hol van haszon az izére. És jönnek oldalba bridge-ekbe, de miért kell onlizni? Ez fix, hogy onli. Csákányjal jönnek. Ezek onliznak, hát konkrétan felszerelkőztek, és mit csinálnak? Egyben jönnek ránk. Peter, halld! Oké. De mi? De fent jön! De hol? Azt nem láttam, viszont azt nem láttam. Itt van, fent! Oké, meghalt. Megöltem. Jó. Az a baj, egy darab, hallod, a fafedés nyom már rá, ott van a izén. Ott van EC-ben. De inkább te, mert te vagy otthon, én meg de én nem vagyok otthon. De most itt az ágyban vagyok. Visszabontották az utat, én meg nem vettem észre. Aj. Hoppá, hol néznek ránk? Ezt érdemlik. De most jönnek, most fix, hogy jönnek. Mit figyelj, intézed, és akkor én 4 másodperc alatt... Nem biztos. Egyáltalán nem biztos, hogy intézem. De jövök, csak vettem egy kisebb szettet. Basszus. Esett? Esett ő is. Itt van még a másik. A Peter. Próbálod? Tehát hallod, fán van. Tedd be, a fán van. Dzsuzsi. Jó, volt. Fán volt. Jó. Dzsuzsi. Oké. Oké. Úgy eltettem az ecémet. Az a baj, hogy felmikéjék mellettünk vannak, és akkor... Megyek én középre, hogy megyek én. De menjünk együtt, ketten többet érünk. Azért. De ha meg most ránk jönnek, akkor meg... Á,
én akkor inkább maradok otthon, de hogyha most ránk jönnek, akkor esély nincs megvédeni az ágyat. Ez így van. Amúgy tudsz tenni közben diát? Nem, még nem termelődött. Mert a koldalból felmikiek, úgyhogy ugor haza. Hát leesett, várjál, ezért ezt még összekapkodom. Jövök. Hát, de még mindig csak hat. Még egy kördia kéne, és akkor jók lennénk. Igen. Hát, biztos volt ez? Oké, ágyukat kiütjük, de utána ők is a miénket. Figyelj! Jó! Csicsi? Tehát most meg nincsen rá sok esély, hogy meghalnak, mert ők meg felszerelés hármasok, meg négyesek, meg diamellesesek. Diamellesesek! Jó, hát azt jól megaszontam. Jól megaszontad. Álljon, jön, felmiki viszont, jön. Menj az útra védeni. Tuci hon! Nem esett le? Nulla HP és felmiki, arra is sok esély van. De miért nem megy rá a HP-juk? Jó, felmiki, hallod? Jó! Oké, meghalt mindkettő, jó. Oké, GG. Jó, akkor áldottam még opciótól még kell, mi? Igen, de legalább most már... 14 percre. Opp, egy bas! Hát, a basnak mellese van. Dia, meg jó szette van azért a bazsnak. Nekem is dia mellesen van. Az oké, csak hogy... nem tudom. Opa. Ha, ugyanolyan tettem van, csak neki meg dia kardja, annyi a különbség. Dia kardja? Azt mondjuk, dia azt nem kardja. Láttam. Azt mondjuk, azt nem láttam. Várj, érkezek én is, várjál. De el fog menni. Várj, lehet, hogy ott kinyírják egymást ott valakivel. Jó, de én attól még itt vagyok. Nagy madár. Oké, figyelj, akkor te kövesd őt, én megkapkodom a diákat, mert hogyha most nem jön be senki, és kapkodja fel a diát. Szerintem gyújtós karja van. Nem tudom, még nem éreztem meg, de szerintem... Full opci anyag egyszébe, fedek én. Jó, fegyél, de az a baj, hogy 5 HP-s a gyerek, 5, gyere már rá. De előbb inkább biztonság. Hát igen. Ezt nem ölöm meg. Mondjuk a türkész mondjuk most ott van. Megölte a türkész. Viszont akkor neki jó szette lesz a türkész. Mert egy jó cucca lesz a türkésznek. Hol vannak a... Aha. Hát elég messze. Mindegy. Nem gond. Bridge-eggel. Már csak ők vannak. Igen, bridge-eggel igazából intézem. Csak az a baj, jó cuccot szerzett. Van arany nálad, mert akkor így az tök jó lenne nekem. Hát 16. Akkor azt tetszébe, légy szíves. Köszi. Igazából most itt vagyok a türkézeknek az ágyán. Lehet nem sok haszon lesz belőle, de ütöm. Egyébként még bekapcsoltam ezt a lassító nyilas passzívot, és ebbe az is jó, hogy nem kell ilyen... Oj, de megértem! Mert, hogy nem kell spektrát nyilat venni, mert hogyha eltalálok valakit, akkor ugye lassúságot kap, és amíg lassúsága van, az addig fénylik. Mondjuk az jó? Ha ott van annál a Nándor mesternél a enchantor diakon. Tudom. Ugye, akkor te üssed, vagy hát próbáljad, hogy ilyen, mert én meg terelek innen. Oké. Kapta? Jó! Ő is íjazik. Igen? De közben meg jön hozzánk. Ne foglalkozzunk vele? Messze van, még messze. Én foglalkozok vele, hogyha hát, közelít. Nem kell, mindegy, már leestem, és ott kilökött. Ja, hogy te is itt vagy, jó? Akkor nem kell, akkor mindegy, de... Aha, viszont ezzel már kell foglalkozni. Hát tudom, persze. Hát gondolom. Itt van a mellettünk lévő szigeten. Igen, hát igen, tudom. Jaj! Hátulról fog bridge-eggelni. Ja nem. Hát... Előre. Tehát az a jó, hogy ha most így meglövöm őt, akkor... Felül tojásol! És felül is jön. Aha.
Kidobtam a kardom. Jó, GG. Ugye, akkor szerintem az a taktika az úgy elég jó lenne, hogy te ütöd, én megterelek a lassító ilyammal. És amúgy most bejöttem középre, és egy dia sincs középen. Egy se. Jó, hát most termelődött be. Hát ez nem szerencsés. De hát már csak nekik van ágyuk. Hát, nem tudom. Azért jó szettük van, meg jó protection. Várjál, én is jövök másik oldalra, és hát, hogy jövök rájuk, az a lényeg. A nagy madárnak is dia kardja van már. Látom. Ez szép. Aha! Ez szép elterelés. Elástam. És itt megölt, na. Tehát leestem a tetőről is, ez miatt megölt. Jó. Hú. Hallod, jövök? Ezt ezt megnyerni. Már előn azért látok rá esélyt, csak azt amúgy tudod-e, hogy van-e obszidiányú? Nincs. Biztos? Igen. Jó, GG. Két oldalból ütte. Én meg íjazom neked. Vagy akkor, hát lehet, hogy akkor inkább akkor jövök én is ki. Jaj, de megijedtem. Meghaltál? Én igen, ugrottam, mert úgy látom, hogy felénk jön. Látom én is. Felénk jön? Felénk jön. Aha, az viszont probléma két oldalból. Jövök, jöttem, jövök, itt vagyok. Áááá, ott volt egy blokk, amit nem tudtam kilötni. Egyik halt. Ne! Majdnem elcsíptem. Majdnem megcsípted, mi? Ezt szokták beszélgetni a méhek is, mi? Majdnem megcsíptem. Istenem. bent van. Fedésben van. Üti. Jelenem. Jelenem. Hát most figyelj, igazából... Sok esélyem, amúgy nincsen így elmenekülni sem. Várj. Ajánlok neked azt, hogy menj el onnan, mert robban. Vigyázz, vigyázz! Jó? Ajánlom, hogy halljon meg, GG. Jó, oké, GG. Viszont én nagyon-nagyon szépen meg szeretnék nektek köszönni a figyelmet, és hogy itt voltatok. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el a sub gomb melletti kis harangikot megnyomni, hogy mindig kapjatok értesítést, ha kiteszek egy új videót. Milán, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én Horkon voltam. Találkozunk a következő videóban, addig is szép napot nektek, sziasztok!